Nemoda Gábor író mutatta be az új című horror kötetet, amelyben nemrég egy saját novellája jelent meg. Az író alkotását több száz mű közül választották be. Stábunk az otthonában beszélgetett az NG Gray néven alkotó művésszel. Igazából már 10 éves korom óta érdekel az írás. Az első ilyen kis szány a internetes weboldalakra töltöttem fel. Igazából nem voltak komoly művek, tényleg csak a saját szórakoztatásomra. De mindenképp érdekelt a dolog az elmúlt években is, és szerettem is volna ezzel foglalkozni a továbbiakban is. Nem oda Gábor a pályázat részleteit ismertette. Tavaly márciusban indult egy horror pályázat az Ártete nem kiadónál, és igazából csak egy talán egy Facebookos hirdetésben láttam meg magát a pályázatot, és nagyon sokáig vívottam rajta, mert hogy, egyáltalán jelentkezek erre. Ugyanis annak ellenére, hogy nagyon sok horror és fantasy olvasok, ahogy az előbb is említettem, valójában horror műfajban még soha nem írtam korábban, de ennek ellenére úgy gondoltam, hogy megpróbálkozom vele, megmérettetem magam, és szerencsésnek is mondhatom magam, hogy belekerültem ebbe a pályázatba. Az író úgy folytatta, az egyik legnagyobb kihívás az volt számára, hogy a követelményeknek megfelelően egy új fajt alkosson meg hogy a könyv címe is mutatja, igazából az egész pályázat arról szólt, hogy egy olyan lényről kellett írni, ami korábban nem szerepelt sem filmen, sem könyvekben nem szerepelt még, tehát nem lehetett vámpírról írni például, vagy bármilyen mitológiai lényről, úgyhogy egy teljesen új koncepciót kellett felállítani. Az én írásom a harmadik kötetben szerepel, Lenyúzott bőr a címe, és egy ö, olyan lényről írtam benne, ami igazából emberi bőrrel táplálkozik. Talán korábban még nem nagyon találkoztam hasonlóval, ezért próbálkoztam meg ezzel az írással. Nem oda Gábor hozzátette, a jövőben természetesen folytatni szeretné az írást, és saját könyvek, könyvsorozatok kiadásán gondolkozik.